Sziasztok fiúk és lányok! Én Dominik vagyok, és hát elérkeztem egy újabb videóval a csatornánkon, amiben folytatni fogjuk a Ferencváros karrierünket. Elérkeztünk a Diósgyőr elleni mérkőzéshez. Be is lépek. Letelt az idő. Ugye hazai leszünk, nem kell már, hogy mondjam. Remélem Ferencváros győzedelmeskedni tud. Ferencváros karrier, igen. Micsoda mérkőzés a Ferencváros Diósgyőr ellen. Csodálatos nap ez a mai. Ez egy ilyen meccs, amire egész nap vár az ember. Imádom a Ferencváros játékát, nagyon kíváncsi vagyok rájuk. Így van vele együtt, én is vártam már a kezdést. Ha jól hallom, a játékosok ebben a pillanatban lépnek pályára. Adjunk nekik! Gyerünk! Lancafán már helyzetben is van. Egy. Davide, Lancafáme! Davide, Lancafáme! Davide, Lancafáme! Davide Lanzafame! Ua, dibusz. Mit akartok? Tati? Kettő? Ferencváros! La 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 la! Szív zöld-fehér! La 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 la! Bocsa, adjál neki pirosat! Sárgal a Frimpongnak. Ugye ő most befért a kezdőbe. Gyerekek! Nagyon nagy mérkőzés a grupom, már belső félidő. Azt hiszem érdekes félidő vár ránk. Rövid reklám után visszatérünk. Szerintem is. Eddig nagyon élvezetes a mérkőzés, azt hiszem a második félidő sem lesz rosszabb. A játékosok lassan visszatérnek a pályára, Márk a szó a tiéd. Adjunk neki! Ferencváros! Megint? Ezt most kiadta! Iszál! Szészeglünk kiadjott helyzet. Haratin sárgalap. Uha! Dibusz! Lovrencsics. Faszont másztat. Bocsánat. Lanzafame pedig lőhet. Basz meg. Még kőne pedig rúgnia. Szészegnón közel áll a gólszerzéshez. De rohadjon! Majdnem mondtam valamit te. Rohadjon meg az é... Mester kapellapot. Frimpong lejött, Vali főment a helyére. Lanzafame megint ollózik! Lanzafame három! Megint beollózza az olasz csatár! Lanzafame! Tud ollózni a gyerek, tud ollózni. Lanzafame! És megint Lanzafame, hallod? Hát ez a Lanzafame, ez nem normális. Ollózik megint, bazd meg. Lovrencsics ott a helyzet. Lanzafame, ez bolond. Dvali, azt hiszem. Négy. Teti adja a gólpasszot. Márkvárt elmehet a kurva anyjába. Úgyis kihagyja, dibusz. Mondtam. Gyerekek, hát ez itt a Ferencváros most. Én nem tudok mit mondani. Varga följött, Iszán levent. Harmadik sípszó. Mit gondol... 4-0. Mit gondolsz a Ferencváros teljesítményéről? A csapat több helyzetet dolgozott ki, megérdemelten nyert. A csapat játék
felfogása, ma túl extrémnek tűnt, inkább az egyensúly megtartásra kellene összpontosítani. Köszönjük a figyelmet, találkozunk a napi mérkőzésen. Statisztika. Már gyerekek. Ferencváros. Egy és fél millió. Szakadok. Ferencváros. De gyerekek, Láncafál már megint ollózott egy gólt a bolond fej. Nem normális ez a gyerek. Mérkőzés ember a Láncafáme. Hagyjuk. Gyerekek. Eredmények. Zsatár Dabás! Gyerekek, a rohadt reklámjaik. Videóton is nyert. Debrecen megint nyert egy nullára. MTK megverte a Puskást, Kisvárda megverte a Paksot, Szombat, a Honvéd. Miért akar szaladás, megverte a Honvédot? Van gyerekek. Második hely, még mindig ott vagyunk. Hát ez egy komoly meccs volt, gyerekek. Nagyon nem szórakozott a Ferencváros. Amit tudott, az berúgott. Gyerekek, a Láncafáme már második ollózós gólját, Isten is így akarja. Legjobb góllövők, Dávid a Láncafáme. Hát ki lenne az első? Legjobbak, Dávid a Láncafáme, ki lenne a legjobb? Legjobb átlag, majdnem a Láncai. Csapatértékát még mindig a miénk a legnagyobb gólok. Kettővel többet rúgott ez a szerencsétlen Debrecen. Hát gyerekek! Ez nagy meccs volt! Nagy meccs volt! Hát gyerekek! Ez egy Ferencváros. Na. Ahogy főkészítettem őket, gyerekek, az valami elképesztő volt egyébként. Hát olyan edzésformában vannak, hogy beszartok. Haratin 67-esről fejlődött, majdnem 70-esre. Láncafáme 74-esről 77-esre. Iszael 78-as lett. Keti 74-esről 78-asra. Lovrencsics 70-es lett, Blazic is 70-es lett. Gyerekek. A védősor még fölfejlődik 70-esre. Hát ez baszó csapat nagyon. Hát négyet rúgtunk a Diós Győrnek. Jó van. Kit nyomjunk edzésre, gyerekek, kit nyomjunk. Támadó edző. Láncafámét, mert ő most még tud fejlődni. Középpálya. Haratin, Haratin. Haratin fog. Aztán védő. Dvalinak köl most ez. Kapus pedig Dibusz. Hát gyerekek. A következő mérkőzésünk Paks ellen lesz. Otthon lesz a Paks. Paks ellen sose könnyű. Ezt jegyezzétek meg. Paks az egy nagyon jó csapat. Szponzor. Oké. Beérkező ajánlat. Botka elutasít. Góriáran elutasít. Bőle. Elutasít. Debrecennek nem adunk játékost. Jó van, gyerekek! Ha tetszett a videót, dobjatok el lájkot és iratkozzatok fel. 4-0-ra meg tudtuk verni a Diós Győrt. Szó szerint helyzetük se volt nagyon. 4-0-ra kiütés.
Lanzafame megingolt ollózott gyerekek, nem normális a bolond. Tehát még egyszer elmondom, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel. A következő videóval jövök a Paks ellen. Sziasztok!